Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Egy kis technikai malőr, de újra itt vagyunk. Akkor szokásukhoz híven először is lemegyünk Földanyához. Gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le Földanya kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpaidon keresztül leengedett Földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, s küldi vissza hozzád. Belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük föl atyánkhoz a napba, gömböd kilép a fejtetőn, atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon, harmadik szem, tobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és így együtt van a Szent Hármasság, Atya, Anya és a gyermek. Támaszd meg a gerinced, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, figyelj az érzéseidre, a megérzésekre, az intuíciókra. Kérem, 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 kérek minden égi lényt, a teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistos, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, atlantiszi magarmágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, teremtő istenek.
A nagyfehér testvériség felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők. A csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők. Szeretet felettesén belső gyermek beleszületett. Lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Már mondanom se kell, hiszen mindenki érzi, hogy dübörögnek az energiák. És egy olyan érzet, hogy kinyílt egy hatalmas kapu. És a kapu mögött egy hatalmas tér, egy szabad tér. Egy új léttér. És már bekúszott ez a zöld gyógyító harmonizáló energia. És egy hatalmas térség nyílt meg előttünk. Mint az univerzumnak egy ajtaja kinyílt volna, és mi beléptünk ebbe a hatalmas térségbe. Most tiszta, gyönyörű, szép türkiz jött. A türkiz és a zöld mindenféle árnyalata. Most nagyon erős gyógyító energiák vannak most. A sejtek rezgés emelés, frekvencia emelése. Figyelj, befelé érezni fogod a rezgést, ezt a rezgés emelkedést. Hát most már fönn vagyunk a 6.-7. dimenzióba. És megyünk fölfelé. Hogy kinyílt egy új világ a számunkra. Egy új látásmód, egy új megtapasztalás. Egy új érzékelés. És tanítják a DNS-t. Most tanul a DNS. Milliónyi információt töltenek belé a DNS láncba. Csodálatos harmonizáció.
kezdete, sejtek egyensúlyba hozása. A fizikai test gyógyítása. És milliónyi fehér, mint egy csillag felvillanása, egy fényszálakkal vagy összekötve, nem is vagy összekötve, benne vagy. Benne vagy a fényszálak milliárdjaiba. Átfut rajtad, benned fut végig. Mint egy optikai szálak milliárdjai a fizikai testben. És áramlik rajta az információ. A felemelkedés információi. A nagy kvantum átmenet információi. De gyönyörű zöldek vannak. A mély sötét zöldtől a türkizig minden itt van. Meg annyi információs csatorna. És egy érzés, hogy a fizikai tested, mintha könnyebb lenne. Kezdesz elszakadni a 3D-s valóságottól. És megyünk egyre följebb, följebb. Egyre több ajtó nyílik ki előttünk. Mint egy lift, egy nagyon gyors lifttel haladunk fölfelé. Még följebb, még följebb. És repülnek el mellettünk a múlt illúzió képei, érzései, megtapasztalásai. És mi csak repülünk fölfelé. Na most lassítunk. És most megérkeztünk ide a legmagasabb dimenzió síkjára. Annyi van, hogy az otthon. Itt vagyunk otthon. Hazaértünk. Milliónyi ember alak. Rokonok, barátok, ismerősök. Előző életből. A mostani megtapasztalásodból. És szólnak hozzád. Beszélnek hozzád.
de az érzéseidre figyelj, mert ez már a fény nyelve. Itt érzésekkel kommunikálunk. A legtisztább kommunikáció. Itt nincs helye a hazugságoknak. Megnyílt a világok közötti csatorna. És csak a szándékod számít, hogy mi a szándékod most. Nyilvánítsd ki a szándékodat. Hatalmas, misztikus megtapasztalásaid lesznek. Most kommunikálhatsz az itteni lényekkel, felmenőági családi tagokkal, barátokkal. Na, én is üdvözlöm. Üdvözlöm azokat, akik már fölmentek. Akarom mondani, visszamentek a fénybe. Most már kék és lila is van. De megfelelt zöld és kék és lila. Itt vagyunk mindenben egyszerre. Annyi minden szeretne elmondani az ember egyszerre, hogy már nem is tudja, hogy mivel kezdje. Csodálatos érzés itt lenni fenn ebbe a
dimenziós ég van, ezen a dimenziós ég van. Köszönöm, és hálás vagyok, hogy ezt megtettétek velünk, hogy felhoztatok ide. Áldás rátok! Áldás minden létezőre! Na, itt most nyugodtan lehet mászkálni a dimenziók között. Nyitva van minden. Minden kapu. Minden átjáró, minden ajtó. Kinyílt a világ előttünk. Használd ki. És csak élvezd ezt az energiát, ezt a megtapasztalást. És ne ijedj meg, ne félj ezekben a magas rezgésű világokban. Nincs semmiféle ártó lény. Az csak a 3D-s saját egyéni kivetítés, a félelem kivetítése. Ilyen magas rezgés mellett nincs semmi, csak a fény. A szeretet, a béke és a nyugalom. Ha bár mozgás van, mert hogy találkozunk a fentiekkel. Egy csodálatos érzés. Összeülelkeznek a lelkek. Teljesen olyan, mintha buli lenne itt fönt ezen a síkon. Egy ilyen örömünnep. Hogyha csak időszakosan is, de újra együtt. Na most, akivel akarsz, abban találkozhatsz. Csak szólítsd a nevén. És hívjad. És angyalok vigyáznak itt ránk. Mert még csak csetlünk, botlunk itt ebben ezen a síkon.
Még csak ideiglenesen vagyunk itt. Vigyázzak, hogy nehogy véletlen valami nagy galibát okozzunk. És mosolyognak. Mosolyognak az angyalok. Hatalmas nagy. És a szárnyával végig söpört. Szinte test közelből érezheted az angyalaidat. Ahogy fogják a kezed, simogatnak. A bőrödön érezheted. De gyönyörű hajuk van. Haja van az enyémnek legalábbis. Csodás érzés. Simogatom és szikrák pattognak ki az ujjaim alól. Azt mondja, na jó van, ne játssz el. Hát ez egy tünemény. Ez a több komolyságot. Minek? Egy nagyon jó érzés itt lenni velük együtt. Mindenkivel együtt. Egyszerre, itt ebben a most pillanatában. És közben figyelj befelé. Figyeld a bizsergés, ez már nem is bizsergés, ez már dübörgés, ami a fizikai testedben van. Sziklát szóra tenyered.
És a legszebb az, hogy ez mind benned van. Nem olyan, mint... Olyan is, mintha te lépnél be ezekbe a síkokba, de közben az egész benned is ott van. Mint egy miniatűr valóság. És figyeld meg, és érezd át ennek a helynek az energiáit, a benyomásait, az érzéseit, mert nincs sok idő hátra, hogy te is újból saját magad is föl tudsz idejönni. Elég, ha a szándékodat kinyilvánítod. Elég magasan rezegsz ahhoz, hogy ezt megtedd. Csak higgy magadba. Olyan boldogság van itt. Mindenki kacagna, nevetne. Mint az óvodában, amikor játszanak a kicsik. Ilyen felhőtlen boldogságban. De még akkor egy kicsit más érzés, de csak hasonlításképpen. És ez lesz a valóság, és ez a valóságunk. Ide tartunk, ez egy nagyon szép és nagyon jó világ. Ez egy csodálatos világ. Felragyogott minden. Ilyen hóferélyen. Ragyog minden. Vidámság, könnyedség és boldogság. Játékosság. Na és ez a valóság. Na, egy teljesen új világ mutatkozott meg számunkra. Hát valahogy nem így képzeltük el. Pedig ez egy szuper világ. Én nagyon jól érzem itt magam. Remélem, ti is érzitek ezt. Nem így képzeltük el a halottak napját. Az biztos ilyen vidában. De az csak egy hiedelem. Egy hiedelem, hogy sötét minden. Gyönyörű szép világosság van, és ragyog minden.
ennyi vidámságot. Hihetetlen jó érzés. Egy vidám parkban nincs ennyi vidámság. Nevetés. Kacaj. Nóta. Dal. Hát csak mosolygok. Hát ezt az érzést remélem, hogy ti is megkaptátok. De ez valami eszméletlen jó. Csúcs szuper. És közben itt vagy együtt a régi barátokkal, családtagokkal, de nem ilyen, mint a 3D-s valóságban egy ilyen siránkozó szoborkás, egy teljesen vidám, szuper környezetben. Ragyog minden, mint a reflektora, a nap itt lenne és bevilágítana mindent. Na hát ezt én se gondoltam volna, hogy ilyen csodálatos. És most nyitva van ez. Azt mondják, hogy elég sokáig nyitva is marad. Sőt, lehet, hogy most már előttünk nyitva van lesz végig. Hát ennek csak örülni tudok. Idáig sem voltam egy búskomor, de hát itt ez valami nagyon jó. Elfelejtett minden bujott bánatod, és csak a szabadságnak, az örömnek élsz, vagy létezel. Megértem azokat a lelkeket, akik itt vannak fönn, és nem akarnak visszamenni. Hát mert itt nincs bánat, gond, betegség, keserűség.
Hát ez szuper. Ez már tényleg az aranykor. De szinte lehetetlen visszaadni szóban, ami itt van. Ezt tényleg meg kell éreznie mindenkinek. Na hát, ha megérzitek, akkor nagyon gyorsan ide akartok jutni majd. No, csak itt van az ötödik dimenzió kék energiája is. De ez a vakító fehérség. És nagyon magas a rezgés. Nagyon magas a frekvencia. Hú, a belkasodban érezheted. Valami csodálatos. Valami csodálatos ez a megtapasztalás. Na, itt nincs helye a búnak, bának. Megtapasztalták a lelkek már azt is. De itt nincsen ennek helye. A legérdekesebb, leginkább a vidámság. Az, ami itt meglepett. De mindenki boldog. És vidám. Mindenki mosolyog és nevet. A legszebb az, hogy lenéznek a földre és kinevetik a temetőben bóklászó embereket. Eszméletlen, így fölülről lefelé nézünk, ahogy ott szomorkodnak, és itt meg kinevetjük őket. Na hát ezzel sok embernek a lelki világába beletapostam, hogy lehoztam ezt az érzést, ezt a valóságot. De legyen ez az ő problémájuk.
Hihetetlen. Én biztos, hogy innen hoztam ezt a örök vidámságomat, meg ezt a nagyon pozitív hozzáállásomat. Nem felejtettem el, hogy mi van itt. És te is megkaptad ezeket a ilyen boldogság, vitámság energiákat. Látom. Így föntről sugározzák lefelé. De piszok jó itt föl lenni. Hát csak érezd ezt az energiát, ezt a mezőt, ezt a valóságot. Hát tényleg ez a valóság. És ide jövünk vissza. Tehát amikor följössz ide majd, és körbeállnak azok, akik már itt voltak hamaran, jól kitárgyaljátok az itt töltött időtöket, de ilyen humorral megtöltve, amit itt töltött le az ember, egy megtapasztalást. Mintha vaterkáznánk együtt, és sztorizgattunk, hogy milyen volt itt lent. És teli pozitív élménnyel, megtapasztalással. Hát hihetetlen.
Na, kedveseim, akkor namaste. Maradjatok ebbe az energiamezőbe, mert ez egy csodálatos élmény. Namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, 3-kor úgyis találkozunk. Angyalok kísérjék és vigyázzák álmotokat. Sziasztok és jó éjszakát!